A hétköznap gyerekekkel foglalkozom, és ilyenkor találkozom olyan helyzetekkel, ami igazából nem kerül elő a munkám során. Mind technikai, tehát szinten tartani azt a tudást, amit az egyetem alatt sikerült összeszedni. A diplomázás után ugye semmilyen szakmai véleményt nem kaphatunk. És ilyenkor nagyon fontos, hogy ki is, külső ember mit mond. Mit lát? Sokféle, a kórus meg a karnagy kapcsolata főleg, hogy mivel tudok a legtöbbet segíteni, és mi az, ami teljesen felesleges. Leginkább. Mondd hangosan, légy szíves, az, hogy egyet, kettő. Jó. Egyet, kettő. Még egyszer, nagyon jó. Tehát jó. Ez itt hangosan, szeretném valami. Egyet, kettő. Barátaim kérdezték, hogy elruccanhatnának-e Sopronba, és beszélgethetnénk-e darabokról, illetve segítenék-e nekik a vezénylés technikai dolgokban. És ez tavaly fordult elő először, és mondtam, hogy persze, hát nagy örömmel, ha jöttök, hát nagyon szívesen látunk, megszervezünk. És akkor tavaly ez sikeresen zajlott, és idén úgy döntöttünk, hogy akkor ezt még egyszer megszervezzük. Nagyon jó zenéről beszélgetni, főleg olyanokkal, akik értenek is hozzá, és hasonló módon gondolkodnak a zenéről, mint én. Mi mindent merjek még? Mi mindent vállaljak még? Mi mindent érdemes még vállalni? Ilyeneket tudok eldönteni, meglátni egy ilyen hétvége alatt. Mikor hihetem el, hogy tényleg megértették, velem együtt éreznek, hogyan közölhetem a gondolataimat, hogyan segíthetek, mert ezt egyszerűen... Most akikkel dolgozom, gyerekekkel, ők nem tudják szóban elmondani. A beszédet arra használod, amikor már marha sokat énekeltünk, és pihentetni akarod őket. Jó. Hát akkor basszus. Nagyon jól éreztem magam, és tehát igazából nagyon jó volt elszabadulni most Budapestről, ugyanis nem sokára következik a diplomám. Több társammal együtt, március 18-án diplomázom, teljesen más anyagból, teljesen más irányú rákészülésből, és nekem felüdülés volt most ide eljutni. Amit sajnos Pesten talán nem eléggé hangsúlyoznak, a lüktetés fontossága az mindig időszerű. Nekem is, aki azt hiszem magamról, hogy hát azért megvan, és mindig figyelmeztetnek rá, hogy azért nagyon-nagyon sokat kell olyan módon treníroznia magát az embernek önállóan és énekelni is, hogy mindig alaplüktetésen belül énekeljen, vagy zongorázata, bármit zenél, mindig nagyon fontos, és nekem ennek a hétvégének ez a legfontosabb tanúsága. Még egyszer? Lépjünk be rá! Szabít.
hangsúlyt, akkor fogod csinálni. Eltüntetem. A legfontosabb az mindig az, hogy aki vezényel, annak a személyisége átjöjjön a vezénylésen, és véletlenül se olyan dolgokat műveljen, ami kívülről rakódott rá. Ezt igyekeztem kordában tartani magammal, és ezt igyekeztem rendbe rakni náluk, hogy a mozdulataik, a gesztusaik azok az övéik legyenek, de mégis a zenét segítsék. Azokat a momentumokat törzöm meg a legszívesebben, amikor valamilyen fizikai vagy pszichikai gát átszakadt a vezénylőkben, és hirtelen egy teljesen más egyéniséggel álltak kint, amelyik sokkal hatékonyabban tudott dolgozni. Azt gondolom, hogy ennek a két napnak nem lehet más eredménye, mint ezek a pillanatok, amikor az örömöt látom a kollégák szemébe.